Szentlélek nevében. Adjunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. A szentmise áldozatot felajánljuk, elhunyt Miklósért. Testvéreink, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Kedves testvéreim, Krisztus Urunk születése előtt, mintegy 550 évvel új perzsa király lett Círus, aki miatt új reménység szállt a zsidóságba, akik deportálva éltek hazájuktól több száz, vagy talán ezer kilométerre is a Tigris és az Eufrátesz partján. És ebben az időben Isten megajándékozza a prófétát azzal, hogy bepillantást láthat a mennyei szentébe, a szentek szentébe. Így szól az Úr, az Isten, vigasztaljátok, vigasztaljátok az én népemet. Új remény szólal meg az Istentől. A jelenlévő udvari rendtartás, a mennyei udvar előtt hangzik el ez a kérés, felszólítás, amely fölséges és tele van irgalommal. És ezek után egy hang kiállt a mennyei udvarból, hogy készítsétek az Úr útját a pusztán át. Vagyis Isten és a hang, amely a mennyei udvartartásból származik, meghirdeti a népének az új kivonulást, egy sokkal szebb kivonulást, mint ami Egyiptomból a rabszolgaság földjéből a Vörös-tengeren átvezetett a szabadság földjére. Egy sokkal szebbet, maga Isten jön és vezeti a népét ki. Egy új teofánia, Isten jelenés a sivatagon át haza vezeti újból a népét, amely a bűnei miatt kirekesztett lett az ígéret földjéből. A zsidóság körében Jézus korában ez a vigasztalás a reménynek az üzenete volt, és nem zárult le azzal, hogy valóban volt egy hazavonulás, hanem mindig valami reményt keltett alá, szóval olvasták Izajásnak ezt az üzenetét,
és ezen keresztül az Isten üzenetét. Úgy érezték, hogy még ha még mintha nem lennének otthon, még nem érkeztek el a hazába, még az Isten el kell jöjjön, még haza kell vezessen őket, mert nem a földi haza az igazi haza, hanem kell legyen egy másik haza, mert az ember nyugtalan a szíve ebben a földi hazában, és nem lenni igazán örömét. Bár megtapasztalhatja, hogy elmegy külhomba, és jobb itthon a közérzete, mert ez a vidék az, amelyet gyermekkora óta megszokott, itt van az anyanyelve, de itt sem van igazából otthon. Készítsétek az Úr útját! Vajon erről volt szó, hogy ki kellett menni előre egy küldöttségnek, és a halmokat el kellett hordani, és a völgyeket feltölteni? És vissza kellett menni megint a fogságba, hogy most jöjjünk ki, mert elkészítettem az utat. Nem inkább arról van szó, hogy Izrael népének az életformája az egy útforma, amelyről így beszél Isten Mózes által adott esetben. A föld megromlott, mert romlott útra tért minden test a földön. A föld megromlott a bűn miatt, elszenvedi a bűnös embernek a következményét, mind a mai napig, hát amikor jéghegyek olvadnak föl, ciklonok keletkeznek, modern városokon söpör végig, emberek pusztulnak el, vízáradatlan Németországba, Csehországba, a 21. századba is emberek pusztulnak el az emberi bűnök következménye. És ezt hirdetik a természet tudósok is, így, hogy széndioxid dúsulás, melegház hatás, és egyéb más dolgok, és emberek pusztulását okozza, és a természet pusztulását. Mind a mai napig így van. A Szentírás igazat mond hit és erkölcs dolgából, akkor is, ha képeknek beszél, és mind a mai napig érvényben van a Szentírás minden szava, az Ószövetség is. Hogy a bűnöd miatt bolytod járt, és töv is terem a föld, hogy dolgoznod kell, hogy megélhess belőle, hogy kultúrnövény legyen. Mindez a bűn következménye. Megromlott a föld, mert a minden test és megalázóan testnek mondja az ember, mint amit az állatnak is teste van, megalázóan, mert minden test romlott útra tért. Az életút, ehhez képest az Isten útjai szentek, és ezért így szól szintén az Ószövetségben, hogy Isten tettei tökéletesek, az ő útjai mind helyesek, neki létformája az út. Az az út, amelynek a képére és hasonlatosságára az ember teremtette, hogy ezt az utat járt, az én létformám szerint létezzél. És mivel ez a kettő nem egyezik meg, ezt nevezzük bűnnek, hogy nem képe és hasonlatossága a mi életünk az Isten létéhez. Nem képe és hasonlatossága, nem hasonló hozzá, hanem eltér itt is, ott is a szeretetlenségbe. Az Isten és az ember iránti szeretetlenségbe. A két út nem egyezik meg, az ember életútja és az Isten létformája. És ez a baj. Ezért a hang kiált, hogy készítsétek az Úr útját, nem a halmok elhordása, hanem a bűnök letétele. Nem a völgyek feltöltése, hanem a szeretet tetteinek hiányosságának pótlása. Itt van az élet utadat, alakítsd az Isten népéhez, és akkor utat találsz hazafelé, ami már nem is annyira egy földi haza, hanem az Istennel való együttlétezés ebben a világban, és az Istennel való együttlétezés a másik világban. Hiszen aki együttlétezik az Istennel, mert lemásolja az isteni tanítást, és ezt életútjává teszi, az szükségszerűen a halálban is együtt marad vele, és a halál után az örök életre is. Ezt hirdeti meg János is, keresztelő János a pusztában, amikor ezt mondja, hogy készítsétek az Úr útját, egyengessétek az ő ösvényeit,
ám ez, hogy az ő ösvényei már nem általában az Istenről szól, hanem a jelenlévő megtestesült Istenről, a Messiásról. Itt már ez így szól szó szerint, készítsétek az Isten útját, egyengessétek Jézus Krisztus ösvényeit magatok felé. És ezért János az út elején így szól, hogy az az első út, hogy bűnbánatot tartasz. Megkeresztelte őket, a bűnöket megvallották, és ő alámerítette, hirdette a bűnbánat kerességet, a bűnök bocsánatát. Ám ennek a bűnbánatnak tökéletesnek kellett lenni ahhoz, hogy Isten a súlyos bűneiket eltörölje. Az áteredő bűnről nem is beszél, amelyet semmilyen bűnbánat el nem tör. Ezért mondja János, hogy én csak vízzel keresztem, ő meg Szentlélekkel. Az ő keresztsége a teremtő lélek általi keresztség, amely újjáteremti majd az ember lelkét, hogy képe és hasonlatossága legyen ismét az Istennek, amit a bűnnel elveszített az ember. Én csak vízzel merítelek alá, ez egy szimbólum, hogy kezd új életet, tarts bűnbánatot. Ő pedig majd a vizet megtölti Szentlélekkel, a tartalommal. Ezért mondja a zsidókhoz írt levél, hogy Krisztus, ő új és élő utat nyitott a függönyön keresztül, azaz a saját testén keresztül. Ez egy új út, és ez az új út Krisztus útja a függönyön keresztül, mert ahogy a szentek szentjébe, a templom legszentebb részébe, csak a főpap egy évben egyszer léphetett be a függönyön keresztül, ahol őrizték a frigládát és az Isten különleges jelenlétét tapasztalták meg, úgy Krisztusnak a testét átszúrják, hogy egy út nyíljon a szeretet felé, és ez a szeretet az ő szíve. A megtestesült Istennek a szíve, az irgalmas szíve, amely kiáltja, hogy vigasztaljátok népemet. Új vigasz jön, igazi bűnbocsánat jön. Mert ahogy az én testem a halál kapuján bemegy a mennyekbe, úgy az ő teste is bemehet és lelke a halál kapuján a mennyekbe. Mert megnyitotta a katona lándzsája a szívemet, és abból víz és vér folyt elő. Az üdvösség patakjai áradta ki abból az irgalmas szeretet áldozatból, amelyet az ő szíve szimbolizált. És ez az irgalmas szeretet így szól, hogy a bűneinket a saját testében fölvitte a keresztfára, ami bűneinkért szúrták át, és így ki van egyenlítve a számla. Van igazi bűneltörlés. A keresztség tartalma megtelik Szentlélekkel, az újjáteremtő lélek erejével, hogy a víz csak szimbólum maradjon, és az igazi fürdő a Szentlélek fürdője legyen, amelyben az Atya hangzik el a hangja, hogy te szeretett fiam vagy most már. Eddig nem az voltál, de a fiam képe és hasonlatossága lettél. Olyan lettél lelkileg, mint amilyen ő volt. Ő a halált érted szenvedte el. Ő azért testesült meg a szűz méhében, hogy alkalmas tanító legyen, emberi módon tudjon tanítani téged a szavával, a példájával, arra az én képem és hasonlatosságom szerinti életre, amelyet minden embernek föltártam, és a végén pedig a bűneidért a keresztfán kiszenvedte, elszenvedte a halált, és így bement az örök életre. Akkor már nem a saját bűneiért halt meg, mert neki az nem volt, hanem a te bűnöd miatt. Azonban, mivel magára vállalta a te bűnödöt és minden ember bűnét, ezért igazságos ítéletben részesül. Téged pedig igazságos ítéletben a mennyei trónusokban, ott, amikor ott ülök, és ott a mennyei udvartartás, és meg a bírálatod, fölmentelek. Mert a fiam bemutatja a véres áldozatát, amit érted ajánlott föl, és igazságos az ítélet, hogy fölmentelek. Hiszed-e ezt? Bízol-e ebben? És ezután megszíveled-e, hogy az út az Krisztus. Ő nyitotta meg az én utat a mennyországba,
a vele való egység révén, a földi életben, a bűnbánattartás, amely megtelik tartalommal, a Szentlélek erejével a nyomtató székben, mert Jézus alapította ezt, a víz és a vér, amely szimbóluma ezeknek az ajándékoknak, az irgalmas szívének a kiáradása, az irgalmas szíve szeretetének kiáradása, hogy ott a nyomtató székben aktualizáljuk Krisztus vérét, és a vére lemosra a bűneinket, előtte pedig a keresztségben szintén. Út az Isten formája, életformája, és ő megtestesült, hogy bemutassa, hogy milyen az Isten létformája emberként. Hogy azt másoljuk le. Mi, akik test vagyunk, megalázolunk, hogy meglássuk az Úr dicsőségét. Ennek az örömhírnek a kezdete, amit felolvastunk itt, hogy Jézus Krisztus, Isten fia evangéliumának kezdete, az üdvösség történelmének beteljesülése, Krisztus működésének kezdete, és igazából az út megkezdése, hogy hogy kell krisztusi módon élni, az evangélista elmondása szerint. Lépjünk rá erre az útra. Amely élő út, hiszen Krisztus maga ez az út. A vele való egység révén ne féljünk a haláltól, mert vele is halunk meg, és vele is támadunk fel az örök életre.